Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Na nézzük meg, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, miért csináljuk, mit csinálunk, amit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képességé váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. No, én elsősorban olyan embereknek beszélek, akik valamilyen szinten már kezd kinyílniuk a szeme. Mit jelent ez? Tehát kezdenek felébredni, ami annyit jelent, hogy nem egy álomvilágban, mondjuk egy csipke rózsika álomban élnek, hanem kezdenek ébredezni, hogy nem csak anyagi része van a világnak, hanem van szellemi része is. Vagy ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy még nem nyílt ki a szeme, és csak anyagi világ van, akkor hát, ha sikerül valamilyen szinten kinyitnom azt a fajta érdeklődését, hogy könnyebben boldoguljon az életben, és ez nem feltétlenül elég az anyaggal való bánásmód. Tehát lényeg az, hogy ha valaki egy kicsit már szellemileg nyitott, akkor talán azok a dolgok, amikről most fogok beszélni, nem túl meredek. Jó, tehát jellemzően olyanok tanulnak itt nálunk, akiknek már van valamilyen elő tanulmányaik szellemi téren. Tehát nem mondjuk fizikai szakma téren, hanem mondjuk olyan élet működés terén, hogy mondjuk a szellemi képességeinket azt hogyan tudjuk úgy használni, hogy nem feltétlenül fizikai beavatkozással. Tehát úgy, hogy mennyire képesek vagyunk mondjuk a szellemi teremtésre. Na most, ugye mit csinálunk? Fejlesztjük azokat az embereket, akik valamilyen szinten úgy gondolják, hogy nem csak anyagi világ van, hanem van szellemvilág is. Inkább úgy mondanám, hogy szellemiség. Tehát ahol az ember nem csak fizikailag lenne képes teremteni, hanem szellemileg is. Tehát miért csináljuk az egészet? Tehát ugye elsősorban azért, mert ugye én bejártam egy életutat eddig, és eljutottam oda, hogy nem csak fizikai dolgok vannak, hanem más is. Tehát azért csináljuk, amit csinálunk, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor aranykor lenne. Mit jelent az, hogy aranykor? Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Egy olyan társadalmi formát, ahol, tehát azon belül, hogy szeretetben, békében és boldogságban élnek, például nincs elnyomás.
nincsenek elnyomók. Mindenki teszi a dolgát, méghozzá a képességeinek megfelelően. Akkor azok az emberek, akik az aranykorban fognak élni, azoknak olyan képességeik vannak, és olyan tudásuk van, hogy képesek a feltétel nélküli szeretetre. Ma a legtöbb ember az érdek szeretetet művel, és nem feltétel nélküli szeretetet. Hát szeretném megkérdezni tőled, ugyanis tegeződve szoktam tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Hogy szerinted most jó felé halad a világ? Nem. És mi baj van azzal, ami felé halad a világ? Tehát hova felé halad a világ, szerinted? Veszélybe rohan. Pusztulás felé. Uh-huh. Közömbösség. Pusztulás, közömbösség? És mi lesz, hogyha erre halad tovább? Mi lesz, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, hanem karba tett kézzel várják, hogy megoldódjanak a dolgok? Szívunk. Szívunk, mint a boci? Vagy micsoda? Mi várható, ha ebben az irányban halad tovább a világ? Hát biztos, hogy jó, nem? No, szóval itt van egy szervezet, amit úgy hívnak, hogy PPH, Problem Prevention Holding. Ez a szervezet, ez 93-ban jött létre. Én alapítottam annó annak idején. Azóta három pénzügyi területen lettünk piacvezetők, három különböző pénzügyi területen. És amit csinálunk, szellemi téren piacvezetők vagyunk. Tehát jelenleg ezen a területen, ahol tevékenykedünk, mi képezzük a legtöbb embert Magyarországon. De most miért mondom ezt? Azért, mert ugye mivel én alapítottam és én voltam a vezető, ezért ezt a három piacvezetői pozíciót én megéltem. Tehát elég sok mindent megtapasztaltam, hiszen több mint, hát lassan most már 80 ezer emberrel dolgoztam együtt személyesen, és hát elég sok mindent megtapasztaltam, tehát sokkal többet, mint az átlag. És ezt úgy csináltam, hogy átlag emberként indultam. Tehát a nejemmel ketten, mikor összeházasodtunk 84-ben, ketten kerestünk 8000 forintot. Tehát annyi volt a jövedelmünk. Hát az nem egy magas jövedelem volt anno annak idején, de lényeg az, hogy átlag emberként indultam, és gyakorlatilag amit megtapasztaltam, az nagyon jó alany arra, hogy kiegészítsem a tudásomat egyéb dolgokkal, és olyan ismeretekre tegyek szert, ami esetlegesen mások javát is szolgálja. Tehát volt nekem egy látomásom ezelőtt, tehát ez álmomban történt ez a látomás, ezelőtt sok évvel, hát még már a 2000-es években, hogy nekem kell a szervezetemmel létrehozni azt, hogy elvigyük az embereknek azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Tehát ezt egy információ, tehát egy illetőtől álmomban, egy illetőtől kaptam. Nem volt arca egyébként.
És akkor én ezt bevállaltam, hogy ezt megcsinálom. Tehát az azt jelenti, hogy aranykorra van szükség. Nem csak ennyi volt az információ egyébként, hanem olyan információs volt, hogy lesz egy világvége, ami nem lesz. Ez a világvége, ez 2012-ben volt, december 22-ével. Ugye akkor például a maja jóslatok ott világvégét jósoltak. És ott tényleg világvége volt. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az miért nem lett világvége? Nem, hát miért nem lett világvége? Tehát ennek a fizikai világnak, mert ugye a fizikai világnak tud vége lenni, a szellemvilágnak nem. Ennek a fizikai világnak, amiben most élünk, miért nem lett vége? És a Földön túl sok jó ember is van. Így van, mert a Földön sok a jó ember, és kért ugye a Földnek a létrehozója, azt nem tudom, tudjátok, hogy ki az a személy. Tehát szellemi lény, szellemlény, tudjátok? A magyar elnevezése van egyébként. Nem, nem. Hát ugye a magyar elnevezés, ilyet már hallottatok, hogy földanya, nem? De nem ez az elnevezés, tehát van egy olyan, hogy földanya az hozta létre a földet. Ezt a magyarok úgy hívták, hogy Kártes asszony. Így van, Káltes. Káltes, káva. Káltes asszony. És gyakorlatilag, mivel sok jó ember van, ezért lett kérve haladék, hogy ez a Föld még ne pusztuljon el. Tehát nem rajta az emberiség, hanem bolygós túl, úgy, ahogy van. Annak ugye azért kellene elpusztulni a bolygós túl, mert ugye ennek a bolygónak két útja van. Vagy fölemelkedik a rezgése egy olyan szintre, ami előidéz olyan fajta energiákat, ami által a rossz energiák távoznak a Földről, tehát a rossz, negatív erők, energiák távoznak a Földről, vagy ugye az van, hogyha a rossz, negatív erők és energiák elérik azt, hogy az emberiség is alacsony rezgéssel rezegjen, akkor gyakorlatilag a teremtőknek, teremtőinknek, valakinek egyes számba jobban tetszik, akkor a jó Istennek nincs más választása, mint ezt az egész bolygót emberiségestül, úgy, ahogy van, szétrobbantani. Ez már volt egy ilyen a naprendszerben egy ilyen bolygó szétrobbantottás. A Marduk nevezetű bolygót robbantották szét, ez a Mars után volt. Mars után, Marduk, Mars után. Marduk. Úgy hívták a bolygót. Most kis bolygó övezet. Hát mert ugye csak törmelék van, bolygó törmelék. Tehát a Mars után. És lényeg az, hogy tehát vagy fölemelkedik az emberiség rezgése egy olyan magas szintre, ahol a negatív entitások, lények, szellemlények elpucolnak a Földről, tehát lények, szellemlények elpucolnak a Földről, vagy kimentik azokat, akik
megtettek mindent azért, hogy fölemelkedjen a rezgés. A többiek meg mennek a létközti állapotba. Erre felkészítés van egyébként, mert ugye még mindig két út van, tehát mindig két variáció van, és mind a kettőre készülni kell. Tehát a többit meg készítik a létközi állapotra. A létközi állapot az egy virtuális valóság. Azért élik meg mindig azok, akik visszajöttek a halálból. Ugyanazt. Mert gyakorlatilag ugyanazt a virtuális létközi állapotot produkálják számukra. És onnan visszajönnek. Hogy van ez fölkészítve? Erre most az emberiség? Hát a 3D-vel. Aha. 3D-vel. Tehát a 3D-ben, mikor vagy, nem tudom, voltál már 3D-be szemüveggel, de van olyan, amit így a fejre föl kell rakni, és akkor teljesen úgy éled meg, mintha ott lennél a 3D-ben. Tehát, hogy az emberek tehát az embereket kezdik fölkészíteni arra a valóságra, ahol az emberek tömegei létközi állapotba kerül. Ez független attól, hogy mi miatt kerül létközi állapotba, hogy esetleg amiatt, hogy a bolygót megszüntetik, törlik, vagy amiatt, hogy nem fejlődik fel arra a szintre, hogy képes legyen az aranykorban élni, és azért kerül létközi állapotba. Hát ugye mindig, hát nem egy létközi állapotot megéltünk már, hanem hát azt lehet mondani, hogy számtalant szinte, legalábbis a legtöbb ember itt a bolygón. Tehát ugye ez nem furcsa dolog, ez a létközi állapot. Ugye ezt hívják túlvilágnak. De hát a túlvilág az egy egyszerű létközi állapot, virtuális valóság. Az egy virtuális valóság. No szóval a lényeg az, hogy ma egy olyan világot élünk, hogy igazából a legtöbb ember, a legtöbb jó ember csak várja a sült galambot, és várja, hogy más megoldja majd a helyzetét, vagy a világ helyzetét. És ezért gyakorlatilag a PPH, én azt tapasztaltam, hogy aki megismerkedett velünk, azt utolsó esélyként kapta mindenki. Tehát aki velünk találkozott, az gyakorlatilag utolsó esélyként kapta. Tehát mi rendelkezünk azzal a tudással és képességekkel, ami ahhoz kell, hogy bárki képes legyen a jövőben, aki szeretne persze, bejutni az aranykorba, az képessé váljon arra, hogy bejusson az aranykorba. Tehát lényeg az, hogy ez egy utolsó esély minden ember számára. Mit jelent az utolsó esély? Hogy nincs több esély. Tehát nincs más esély. Mert nincs más olyan szervezet a bolygón, amely képes az élet minden területére megoldást adni, és képes arra, hogy vallási és politikai befolyástól mentesen adjon az emberek számára ismereteket az élet és az ember teljes működésére. Mióta ugye elkezdtem azzal foglalkozni, hogy embereknek átadjak tudást, ez 2000-től volt, azóta kaptam olyan képességeket, hogy ha valami olyan kérdés merül fel, hogy aminek mondjuk nem tudsz utána nézni, és az élet
és az ember ismerettel kapcsolatos, akkor rajtam keresztül mondjuk pár percen belül megérkezik a válasz. Majd ezzel kapcsolatban a második részben mondok egy érdekes információt. De nem csak ilyen képességem van, hanem kapok információt a jelenről, vagy a jövőről, a múltról, tehát adott személyek esetében is. Hát ha az feltétlenül szükséges, akkor például mondjuk valaki valahol valamit tanult, szellemi dolgokat, és avval kapcsolatosan mond nekem valamilyen információt, akkor én azt tudom, hogy igaz vagy nem, mert informálnak ezzel kapcsolatban. Ha az interneten látok valami információt a szellemi működésről, vagy az ember működéséről, akkor választ kapok rá, hogy az igaz vagy nem. Elég érdekes képességek. Tehát lényeg az, hogy ugye fölírtam itt egy dolgot ezzel kapcsolatban, nem tudom mennyit költesz a tested táplálására havi szinten. És a szellemed táplálására? Tehát a lelked táplálására. Költesz. Mennyit költesz? Sokat. Sokat. Ki van csukva, hogy annyit költsél, mint amennyit a testedre? Hát nyilván nem annyit. Akkor az nem sok. Ha kevesebb, akkor az nem sok. Nem? Tehát az kevesebb, az nem sok. Miért kérdeztem ezt? Mert a legtöbb ember gyakorlatilag egy vasat nem költ, egy forintot nem költ a szellemének a táplálására. Tehát semmit. De gyakorlatilag semmit. Sőt, vannak akik ugye már valamilyen szinten kinyíltak, aztán vannak olyanok, akik visszazárodnak. Ismerek ilyeneket. De nem is az a lényeg, hanem kinyíltak, és úgy gondolják, hogy majd az interneten kapnak módszereket. Hát ugye ahhoz, hogy tehát könnyű elmondani, hogy mit kellene másként csinálni. Az könnyű. De az, hogy hogyan jusson el oda az ember, hogy meg tudja valósítani azt, amit szeretne, az már egy kicsit bonyolultabb dolog, és az módszer kell. Tehát gyakorlatilag minden olyan dolog, ami az életedben felmerült, vagy gátol, arra vannak módszerek. Ez lehet probléma, vagy lehet megoldásra váró változás, mondjuk személyiségváltozás. Akkor arra vannak módszerek. Tehát mindenre. Ha nincs, akkor is van, mert megkapjuk a választ rajtam keresztül. Szóval a lényeg az, hogy hát van egy érdekes dolog, nézzük meg az utolsó eséllyel kapcsolatban. Tehát mit jelent az, hogy utolsó esély? Tehát kaptunk 2012-től, azt mondja, hogy 2034-ig, az hány év? 22 évet. Tehát kaptunk 22 évet. Abból letelt már 6 év. Tehát 6 év letelt. Tehát van még 16 év. Ez a 22 év, ez két részre oszlott. Egy 9 éves periódusra, ami megvan még mindig, ez a 9 éves periódus. Ami azt jelenti, hogy ezt 34-ből számolt vissza. Tehát 2034-ből vissza.
9 évet. Tehát van a 9 évhez még 6 évünk, és így összesen van 15 év jövőre. Hát még az idén 16, de jövőre már csak 15. Így van. Csak ez 25-től 34-ig van a 9 év. 25-től 34-ig van a 9 éves. Ja, igen, igen, igen. Van meg nem értése? Mindegy, most nincs rá lehetőség, hogy kérdezz, írd föl. Jó? Tehát lényeg az, hogy van még 6 évünk a 9 évhez. Ebben a 6 évben dől el, hogy ki vállalja azt, hogy a következő években, 2034-ig olyan szintre fejleszti fel magát, hogy képes legyen a feltétel nélküli szeretetre. Tehát képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni. Nos, nézz körül, hogy az ismerőseid közül hányan képesek jelenleg arra, hogy mondjuk ne legyenek dühösek. Hány olyat ismersz? Ami azt jelenti, hogy az aranykorban képesnek kell lenni arra, hogy ne legyél dühös. Ugyanis, ha dühös lennél, akkor annak az a problémája, hogy egy olyan fajta érzelem uralkodik el rajtad, amit képtelen vagy kontrollálni. Ugyanis mi egy olyan fajta lények vagyunk, mi emberek, hogy a negatív érzelmeinket, ha már kijött a negatív érzelem, tehát előtört bennünk, akkor már nem tudjuk kontrollálni. Tehát ha már előtört. Tehát ahhoz, hogy képes legyél mindenféle negatív érzelmedet megállítani, még mielőtt előtörne, tehát ez olyan, tudod, mint mikor a pezsgős üvegből kihúzod a dugót. Tehát a dugót kihúzol, akkor már ott jön kifele a pezsgő, tudod? Így van, tehát hogy képes legyél azt a dugót bent tartva hagyni, ugye az üvegbe, és idézőjelbe. Tehát, hogy ne törjön felszínre a negatív érzelem. Ez nem elfojtás. Tehát nem elfojtás, hanem megelőzés. Tehát képes legyél megelőzni a negatív érzelmeidet. Tehát ugye, ha elfojtod a negatív érzéseidet, érzelmeidet, annak fizikai, tehát negatív fizikai megnyilvánulásai lesznek. Tehát olyan szintű tudásra, ismeretre lesz szükséged, hogy képes legyél uralkodni az érzelmeiden. Tehát megelőzni a kitörést. Nem csak erre kell képesnek lenni, hanem arra is, hogy képes legyél minden helyzetben úgy cselekedni, hogy az se neked, se másoknak ne okozzon utólagos problémát a te cselekvésed vagy döntésed.
Tehát hogyha az aranykorba akarunk jutni, akkor ilyenfajta tudással és képességekkel kell az embernek rendelkeznie. Azért, mert az egy másik fajta világ lesz. Tehát az aranykor az egy másik fajta világ. Az egy olyan világ, amit most jelenleg a teremtők élnek olyan bolygókon, ahonnan eredendően mi is származtunk. Mondok egy ilyen bolygót, jó? Sirius. Szóval a lényeg az, hogy szükség van tanulásra. És akárhogy nézem, akárkinél nézem, olyan szinten elsajátítani, hogy az ember uralkodjon a negatív érzelmein, és minden negatív érzelmén képes legyen uralkodni, ez kell 9 év. Hát 6 évünk van. Úgyhogy ennyi. No szóval, nézzük tovább. 2012-től, aki a lelkét nem akarja táplálni, szellemi táplálékkal, tehát magától megtagadja az esélyt erre. Az meghal. Nem hiszed, néz körül, hogy hányan halnak meg ma váratlan halálban. Tehát semmilyen átmenet nincs. Nem volt beteg, semmi baja nem volt. És egyszerűen egyik pillanatra a másikra meghal. És most nem beszélek arról, aki hosszas szenvedés mellett hal meg természetesen. Tehát arról nem beszélek. Tehát ebben az új korszakban, amiben vagyunk, ebben az átmeneti korszakban, az van vizsgálva, hogy ki az, aki hajlandó még nyílni. Kinyílni. Kinyílni a szellemiség irányába. Na most, ráadásul még egy olyan dolog is van, hogy akik itt vannak, azt tapasztaltuk, hát először is elmondom a tapasztalatot, hogy elkezd rendeződni az élete. Aki itt hagy minket, annak elkezd visszarendeződni az élete. Ha valaki még azért is tesz, hogy többen legyünk, akik itt tanulnak, azoknak még inkább rendeződik az élete. És azért elmondanék ezzel kapcsolatban egy dolgot, jó? Ez viszonylag új információ, hogy, és inkább kérdésként teszem föl, hogy nem tudom hány olyan szervezetet ismersz, ahol bekerül valaki abba a szervezetbe, és akkor onnantól kezdve védelem alá kerül. Szellemi védelem, mentális védelem alá. Tehát nem tudom hány ilyen szervezetet ismertek. Én megmondom őszintén, én csak egyet. A PPH-t.
Tehát ami azt jelenti, hogy akik itt vannak, azok gyakorlatilag egy szellemi védelem alatt vannak. De ez a szellemi védelem, ez több fokozatú. Mert attól függ, hogy ki mennyire teszi a dolgát. Ha valaki magasabb szinten teszi a dolgát, tehát mi ez a magasabb szint? Embereket szervez, ez is foglalkozik az emberekkel. Tehát szervez és foglalkozik velük. Akkor ő nagyobb védelmet kap. Ha valaki csak itt tanul, akkor kisebb védelmet. Nem két fokozat van egyébként a védelemben. Tehát ami azt jelenti, hogy érdekes dolog lesz, amit mondok, hogy bizonyára hallottatok már olyanról, sőt talán tanultátok is, hogy hogy kell az embernek levédeni magát. És lehet, hogy meglepő lesz, amit fogok mondani, de hogy akik itt vannak, azoknak nem kell. Mindegy. De azok, akik itt vannak, azoknak nem kell, mert védelem alatt vannak. Ezt amikor nagyon régóta tudom, már a 90-es években volt. 90-es években. Na mostani védelem ahhoz képest azért fényévekkel másabb. Jó, tehát miért mondom ezeket? Mert kaptak egy lehetőséget az emberek arra, hogy létrehozzuk, vagy kaptunk egy lehetőséget, hogy létrehozzuk itt egy olyan fajta társadalmat, ami uralkodik az univerzum ezer, illetve ebben az univerzumban. Tehát ebben az univerzumban uralkodik. És ha ezt nem csináljuk meg, akkor a kísérlet befejeződik. Tehát most egy kísérletben vagyunk, ami a végén van teljesen a kísérletnek, és gyakorlatilag pár évünk van ebből a kísérletből. Na most, addig ebben a 6 évben az egy-két dolgot elmondok, hogy miket várhatsz, jó? Hát ami a legközelebb lesz, az egy komoly gazdasági összeomlás lesz. Tehát ami legközelebb. Tehát ez ott kopogtat az ajtódon. A gazdasági összeomlás. Ahol olyan szintű lesz, az embereknek a nagy része az a szegény rétegbe fog kerülni. Tehát most 4 réteg van. Tehát van a szegény réteg, vannak az átlag, van a középréteg, meg vannak a gazdagok. Ugye 4 réteg van. És a legtöbb ember az olyan szintű gondba fog kerülni, hogy gyakorlatilag el fogja veszteni a vagyonát. Hogy ezt milyen formában ez azonnal, vagy kicsit hosszabb távon, az a részletkérdés. Jó? Ez azért van, csak hogy tudjátok, tehát azért kell így lenni a dolognak, mert az ember úgy működik, hogy a legmagasabb motivációja az a túlélés. Tehát az a legerősebb motiváció az emberben a túlélés.
legalábbis a leges legtöbb emberben. Nem véletlen, hogy minden szellemi fejlődés vagy lelki fejlődés a legalapabbról indul, és az pedig a túlélés szintje. Tehát sokkal erősebb motiváció az emberekben a túlélés, mint a biztonság. Amikor az emberek a túlélésükért küzdenek, akkor az emberek nagy része észbe kap, és azt mondja, hogy hát az anyagi világ nem segített rajtam. Sőt, az anyagi világ miatt jutottam oda, hova jutottam. Akkor valamit nem stimmel az anyagi világgal. Másként kell hozzáállni a dolgokhoz. És akkor fordul a szellemiséghez. És akkor igazodik be az a mondás, hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít. Tehát akkor kap az ember isteni segítséget, hogyha elfogadja azt a fajta törekvést, és ez furcsa lesz, amit most mondok, kicsit olyan, mintha vallásról beszélnék, hogy a jó Istenhez törekvés. Érted? Tehát a jó Istenhez törekvés. Ez mit jelent, hogy jó Istenhez törekvés? Ez azt jelenti, hogy bejutni abba a társadalmi formába, ahol a jó Isten hatalma és energiája érvényesül olyan szinten, hogy jelen van minden pillanatban. És nincs jelen a gonosznak az energiája. Tehát ma egy olyan világban élünk, ahol jelen van a magas szintű isteni energia, de jelen van az alacsony szintű sátáni energia is. Tehát a gonosz energiája, tehát a fény energiája és a sötétség energiája. Ez a bolygó, ez most ilyen, hogy jelen van mind a kettő, tudod miért? Hogy megismerd a különbséget. Azért. És nem csak megismerd, hanem megtapasztald. Tehát tud értékelni majd, vagy már az isteni magas rezgésű energiákat. Szóval a lényeg az, hogy egy embernek az az útja, hogy a fény felé, a magas frekvencia felé, a magas rezgés felé, az isteni energiák felé törekedjen. És amikor az ember mélyponton van, és elveszített mindenét, nézd meg, akik itt tanulnak, az a többsége már legalább egyszer elvált. Ezt most miért mondom? Mert egy válás is veszteség. Tehát az, aki elvált, vagy meghalt a párja, most részletkérdés, elvesztette a párját, nem? Tehát mindegy, hogy meghalt, vagy elvált, akkor is elvesztette a párját. Ami annyit jelent, hogy a legtöbb embernek meg kell élni a veszteségeket. Olyan szintű veszteséget,
hogy képes legyen arra, hogy kinyissa a szemét, felébredjen a virtuális szerű működésből, ebből az álomvilágból, ahol a legtöbb ember azt gondolja, hogy a pénzköltés az, ami boldogít. Ha nem hiszed, akkor nézz körül, mondjuk a bevásárlók, tehát a üzletházak, bevásárló üzletházak környékén. Nézd meg, hogy például a legtöbb embernek az a szórakozása, hogy bevásárlók központokban nézeget. És ha olyat lát, akkor vásárol. Tehát azok az emberek, akik még ilyen szinten működnek, azok számíthatnak a majdnem legrosszabbra. Tehát ezzel fog kezdődni az egész. Akik nem nyílnak meg, nem világosodnak meg, azok következő lesz, rengetegen úgy fognak meghalni, hogy váratlanul, de rengeteg természeti katasztrófa fog rázúdulni az emberiségre a következő 6 évben, ahol tömegek fognak meghalni. Megszervezik persze. De itt olyanokat is képzelj el, hogy milliók egyszerre mennek a süllyesztőbe. És ez nem ijesztgetés, hanem ez figyelmeztetés. Tehát az az ijesztgetés, amikor arra nincs esély. Jó? Vagy nagyon kicsi az esély. Tehát például az ijesztgetés, hogy mit tudom, még ne vegyél föl nyakláncot, mert ki fogják szakítani a nyakadból mondjuk az arany nyakláncot. Na ez ijesztgetés, mert mekkora rá az esélyed? 1%? Vagy még annyi se? Az ijesztgetés. Jó? Vagy az is ijesztgetés, hogy be fognak hozzá törni, hogyha ez meg az meg amaz van. Na, az is ijesztgetés, hogy nem sok esélyed van, hogy betörjenek. Érted? Az is ijesztgetés, hogy azt mondják, hogy baleset fog érni. Arra sincs sok esély. Mondjuk autóbaleset. Tehát csatold be az övedet, hogy ki ne repülj a szélvédőn. Nem fog veled történni, mindegy, azért becsatolja az ember, mert én úgy tanultam, hogy automatikusan csatolom be. De érted? Hát, de nem fog veled úgyse történni semmi, mert nem sok esély van rá. Tehát ez mind ijesztgetés, érted? Tehát az nem ijesztgetés, amikor ez lesz. Érted? Ez nem ijesztgetés, hanem figyelmeztetés. Hogy vagy veszed a lapot, és elkezdesz tanulni és fejlődni, vagy megéled a legrosszabbakat, amit csak el tudsz képzelni, és ha még akkor sem veszed a lapot, akkor szépen elhalálozol. Érted? Ha bármi kérdés van, akkor adunk papírt, jó? Írja föl, vagy hozzászólás, hát nem lehet, jó? Adunk papírt, írja föl, és a végén megbeszél. Jó, tehát lényeg az, hogy honnan veszem ezeket? Tehát nem tudom, tudod-e, hogy az emberek, azok miért vannak itt a bolygón? Tehát három okból vannak itt az emberek. Vagy, tehát vagy abból, hogy mit tudom én, lázad az ott a fennálló rendszer ellen, nem az itteni rendszer ellen, hanem a teremtői rendszer ellen, mondjuk a Siriuson, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor próbáld ki itt a Földön.
vagy lustálkodott, tehát nem tette azt, amit tennie kellett. Nem, kicsit ilyen munkakerülőszerű volt. És akkor azt mondta, hogy jó, hát próbáld ki a lustálkodást itt. Itt meg lehet csinálni. Vagy van egy harmadik. Mi a harmadik? Ja igen, etikátlankodott. Tehát nem volt etikus. Tehát nem vette figyelembe az etikának az alapelveit. Olyan dolgokat csinált, amit hát nem szabad lett volna, vagy nem kellett volna. És akkor azt mondták, hogy semmi gond, etikátlankodsz. Menj a bolygóra, a föld bolygóra, aztán ott etikátlankodj. És nézd meg, itt mindent lehet csinálni. Itt lehet bűnözni, itt lehet lázadozni, itt lehet lustálkodni, itt mindent lehet csinálni. Jó, hát következmények nélkül nem, de csinálni lehet. Na, ott nem lehet. Oké? És akkor az emberiség azért van itt. És ezért van az, hogy fogják, van egy életed, meghalsz, következő újraszületésig törlik a tudatodat, tehát törlik az összeset. Ez úgy működik, hogy a kitöröl tudat, tehát a lelkednél törlik, hanem a testünknél, a lelkednél törlik a tudást, a tudatot, és gyakorlatilag tiszta lélekkel születsz, a tiszta lélek meg egyet tud, szeretni. Semmi más nem tud, csak szeretni. Méghozzá feltétel nélküli szeretetet tudja a tiszta lélek, amely töröl tudatú lélek. És akkor van a következő élet, akkor megint szerezhetsz tudást, megint nem úgy alakulnak a dolgaid, nem jutsz el a hetedik lelki szintig, akkor megint törlik, mikor meghaltál. És akkor gyakorolhatsz következő életedbe át, ha összejön. Jó? És addig, míg nem jön össze, hogy gyakorlatilag képes legyél a hetedik lelki szintre feljutni, akkor mindig visszaszületik az ember. Ez eddig legalábbis így volt. Jó, tehát így vannak itt az emberek. És akkor vannak egy páran a bolygón, akik ugye úgy születtek, hogy hát nem páran, hanem viszonylag sokan úgy születtek, hogy vállalták, hogy ide leszületnek. Tehát vállalták. Tehát bevállalták azt. Ők nem éltek itt a Földön előtte, hanem bevállalták azt, hogy lejönnek, megteremtenek, nem tudom, tudjátok-e, mióta van ez így, az 50-es évektől. Tehát az 50-es évektől bevállalták, hogy létrehozzák az aranykort. De csak az a baj, azok közül, akik bevállalták, hogy nem fejlődtek, hanem visszafejlődtek. Tehát ami azt jelenti, hogy azok közé tartoztak, például az 50-es években születettek, egy jó része már nem biztos, hogy él, pedig azért jött le, hogy segítsen, de nem mehetett vissza, mert olyan fajta működést gyakorolt az előző életében, tehát mielőtt meghalt, ami miatt nem mehet vissza abba a társadalomba, ahonnan jött. Én ugye 1961-ben születtem, és ugye azok az emberek, akik választották azt a fajta működést, hogy létrehozzák az aranykort, azok ugye ugyanúgy átlag családhoz születtek, ugyanazokat meg kellett élni, amit meg kellett élni, de egy magasabb fejlettségi szintről jöttek le ide, mert ők nem lustálkodtak, nem lázadoztak, és nem etikátlankodtak. Tehát nem kell a hármat csinálni, elég abból egy is. És
Hát mint kiderült, én is így jöttem le. Úgyhogy hát annyi más, annyi különbség van talán a többihez képest, hogy én az előző életemben is tanítottam, csak nem itt. És méghozzá nem alacsony szinten tanítottam, mert hát mondjuk úgy, hogy professzionális szinten. Azt úgy hívják, hogy professzor itt majd a Földön. Jó, tehát professzionális szinten. De azt vállaltam be, hogy végigvezetnek az utamon, és ezt valahogy én mindig éreztem, ezt a végigvezetést. És amikor ebből a vezetésből eltérültem, akkor mindig nyakon vágtak. Tehát akkor mindig olyan problémák lettek hirtelen, ami visszatérített a helyes útra. Tehát lényeg az, hogy létre kell hoznunk az aranykort. Én ezt egyedül nem tudom megcsinálni. Nekem társakra van szükségem. Egyébként bármit csinálhatsz, mert a Földön vagy. Tehát itt bármit csinálhatsz. De annál fontosabb dolog, mint hogy létrehozzuk az aranykort, gyakorlatilag jelenleg a bolygón nincs, meg nem is lesz ebben a következő 15 évben. Tehát nem is lesz. Miért? Mert te bármit csinálhatsz, ha nem lesz aranykor, az úgy, ahogy van, megy a szemétbe. Tehát úgy, ahogy van, megy a szemétbe. Tehát például ugye mindig érdekelt nagyon a történelem. Valószínűleg azért, mert egy nagyon jó történelem tanárom volt. Ezért is, meg azért is, hogy apám állandóan a Szabad Európa Rádiót hallgatta. és elsősorban a híreket hallgatta. És valahogy ez a kettő jelen volt az életemben. És emiatt eléggé érdekelt mindig a történelem is. Egy kicsit fura volt számomra, hogy magyar emberként, magyar gyerekként a magyar történelemről sokkal kevesebbet tanultunk, mint a többi egyébről. Én valahogy a külföldi történelemre nem nagyon voltam kíváncsi sose, a magyar történelemre igazán. Hát ezért mindig előre olvastam a történelemkönyvbe, előrébb jártam, mint a tanulmányok, amit tanultunk. És amikor hozzá sikerült jutni, akkor kicsit foglalkoztam a magyar leírt történelemmel. Tehát a magyarok által leírt történelemmel. Tehát nem a németek által leírt történelemmel, most azt tanítják az iskolákban, hanem a magyarok által leírt történelme. És hát ugye foglalkoztam ezáltal, hogy hogyan is működtünk mi, azelőtt, mielőtt magyarok lettünk volna. Tehát ugye van két nép a Földön, amely nem nép, hanem vallás. Az egyik a zsidó, a másik a magyar. Hát mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi ugye nép vagyunk. Hát nem tudom, tudjátok, hogy honnantól vagyunk egyáltalán nép. Hát gyakorlatilag István csinált egy ilyen kurflit az egészbe. Tehát ő volt a megváltoztatója ennek. Ugyanis a magyar, az a magúr, az egy vallás volt. Tehát az egy egyisten hitű vallás volt. És most nem akarok részleteket erről beszélni, de úgy jobban belenézegettem ezekbe a dolgokba, és ugye már akkor megvoltak azok a képességeim, hogy ha valami nem igaz, akkor kaptam rá figyelmeztetést, hogy erre vigyázzak, mert ez nem igaz, ami igaz, az igaz. Jó? És lényeg az, hogy ugye régebben én nekem voltak
a coach képzés keretein belül olyan hónapjaim is, amikor a magyarságról tanítottam. Most azért nincs, mert rengeteg olyan ember tanul itt, aki magyar eredetű, de már nem magyar eredet is van benne. Ezért senkinek nem szeretném megbántani a saját eredetét, még véletlenül sem. Mert megmondom miért. Azért, mert az aranykorra minden népből szükség van emberekre, méghozzá tömegekre. Tehát az aranykort a Földön minden népnek vagy közösségnek létre kellene hoznia, egységesen természetesen. Na most ahhoz viszont az kell, hogy azt a fajta tudást, amit adunk az emberek számára, az bárhol él az ember, ha tud magyarul, ha nem tud magyarul, akkor képes legyen azt majd hasznosítani. És képessé váljon bekerülni az aranykorba. És lényeg az, hogy én azt láttam, hogy ugye van négy ilyen fejlődési szakasza az embernek. És ezen a négy fejlődési szakaszon én például személyesen átmentem. Tehát vannak olyan emberek, akik ugye foglalkoznak az anyagi dolgokkal, majd ugye egy magasabb szinten elkezd foglalkozni valaki az egészséggel, egy magasabb szinten elkezd foglalkozni mondjuk az öntudattal, tehát az öntudattal, és elsősorban a nemzeti hovatartozás öntudatával, és egy még magasabb szinten pedig már az összes ember lelke a fontos. Tehát nem az, hogy hova tartozik, hanem az, hogy van egy lelkünk, ami közös. Tehát ugye lehet azt mondani, hogy foglalkozzunk a mi nemzetünkkel, vagy népünkkel, de akkor mi van a többivel? Tehát ugye mi úgy gondoljuk, hogy azért vagyunk testvérek, mert egy nyelvet beszélünk. Hát ennél van magasabb szint. Azért vagyunk testvérek, mert a lelkünk az azonos. Tehát ugyanonnan fakad mindnyájunk lelke. Ugyanaz a teremtő hozta létre, önmagából létrehozva mindnyájunk lelkét. Tehát mindnyájunk lelkét. Tehát hogyha azt nézzük, hogy ki a testvér, akkor lehet azt nézegetni, hogy a testünk révén mi mondjuk magyarok vagyunk, és magyar testvéreink, ugye ez sokszor meg is jelent a különböző múltban, de én azt mondom, hogy mi ezeknél sokkal többek vagyunk, mert bolygószinten lélek testvérek vagyunk. Tehát mindnyájan. És akkor onnantól kezdve ez a legmagasabb szint, ahhoz, hogy az ember elindítsa azt a fokú fejlődést, ami ahhoz kell, hogy az ember ténylegesen bekerüljön az aranykorba. Tehát, hogyha mondjuk meg akarjuk osztani mondjuk vallásilag az embereket, akkor soha nem lesz aranykor. Ha meg akarjuk az embereket népcsoportokra akarjuk osztani, akkor soha nem lesz aranykor. Soha. Tehát nem lehet ilyen szintű megosztásokat csinálni. Persze lehet olyan, hogy mondjuk, mint amit a jóslat mond, hogy lesz majd több jóslat is, hogy lesz majd ez időtájt egy nép a Kárpát-medencében,
amely eljutatja az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Oké. Ezek mi vagyunk. Mi vagyunk ennek az elindítói. De ugyanúgy keressük a többi népben a társakat. Minden népben vannak jó emberek, és sajnos vannak nem jó emberek is. Hála Istennek, minden népben a jó emberek vannak többségben. Akármilyen hihetetlen ez számodra. Tehát minden népben a jó emberek vannak többségben. És minden népben mindössze egyötöd az antiszociális. Tehát az elnyomó. Minden népben. Sőt, minden közösségben, amely olyan átlagos közösségről beszélek, ahol nem válogatott emberek vannak. Tehát nem kiválasztott emberek vannak, inkább úgy mondanám. Tehát ahol nem kiválasztott emberek vannak, ott bemész egy munkahelyre, ahol dolgozik 1000 ember, tuti, hogy 200 antiszocialist fogsz találni köztük. Szóval ott biztos. És minél nagyobb a szám, annál pontosabb a 20%. És ez minden népre, minden csoportra, minden nagyobb közösségre igaz. Az antiszociális azt jelenti, hogy elnyomók, akik elnyomják a környezetükben lévő embereket. Nyilván a szociális embereket. Tehát lényeg az, hogy tőlem ne várj olyat, hogy majd próbálom úgy megmondani az igazságot, hogy véletlenül se találj abban az igazságban magadra. Tehát ugye mindig az fáj, ami talál. Mindig az fáj. És ha te nem ismered fel azt, hogy neked miben kell változni a képzések hatására, akkor abban tulajdonságban te soha nem fogsz megváltozni. Tehát soha. Tehát hogyha azt érzed bármikor majd a képzések során, hogy valami fáj, tehát valami nagy ellenállásod van azzal kapcsolatban, amit Miklós mond, akkor jó, ha tudod, hogy talált. Jó, és akkor jobb, ha azon a dolgon elgondolkodsz, és a módszer alapján, amit itt tanulsz, változtatsz rajta. Mert különben nem kerülsz be az aranykorba. Tehát az embereknek, akik bekerülnek az aranykorba, képessé kell válniuk arra, hogy az érzelmeik felett teljes egészében képesek legyenek uralkodni. Mivel az időm lejárt, és hamarosan 20 perc után kezdődik a második rész, ami boldogságteremtő kócsképzés, hát mindenkinek további jó tanulást kívánok, és ha bármilyen kérdésed merült volna föl, akkor beszéld meg a vezetőddel vagy a meghívóddal, és további szép estét kívánok mindenkinek. Örülök, hogy eljöttetek személyesen és interneten élőben részt vettetek. Szeretlek benneteket, sziasztok!